Októberben rendezik majd meg a Harmonika Fesztivált, aminek már sok éves hagyománya van Pécsen. A fesztiválra való felkészülést nem lehet korán elkezdeni, augusztusban indultak a próbák a gyerekekkel. A 8. Pécsi Harmonika Fesztiválra készülünk, itt a Lénau házban, mégpedig egy olyan projekttel, hogy szeretnénk egy kis zenekart létrehozni, ami arról szól, hogy az általános iskolás alsó tagozatos gyerekeket is bevonjuk a fesztivál programjába, illetve a műsorba, hiszen egyik egy ifjúsági zenekarunk volt, ami azt jelenti, hogy inkább a felső tagozat gimnazista korosztály vett benne részt, és most szeretnénk, hogy a kisebbek is szerepet kapjanak. Baranya vármegyéből érkeznek a gyerekek a pécsi próbákra. Augusztusban, valamint az iskolai tanév kezdésével is folyamatosan készülnek, hiszen eddig nem volt példa általános iskolás diákokból álló zenekarra. A fiatalok magas szinten tanulhatják a zenét, 4 kiválóan képzett zeneoktató jó voltából. Igen, összesen 4 harmonika tanár dolgozik. Kémindi Tamás, a Pécsi Liszt Ferenc zeneiskolából jöttek növendékek, illetve Unstetter Ervin, ő a Himesházi, illetve a Mohácsi zeneiskolából, és Radóczky Aranka, pedig a Bói zeneiskolai növendékeit hozta, és jó magam Durovics Dóra, én is a Pécsi Liszt Ferenc zeneiskolából, illetve a Mohácsi Schneider Lajos Alapfokú Művészeti Iskolából hozok növendékeket. A hagyományok továbbadása, valamint az utánpótlás kinevelése a cél, mondta Durovics Dóra. Szerencsére nem csak a tanároknak céljuk ez, hiszen a szülőknek is ez kell lebegjen a szeme előtt. Ebben az évben 24 gyermek érintett a kis zenekar felállásában, ez jó közösségépítő is lehet. Szeretnénk, mindenképp fontos azért is a kis zenekar, hogy az utánpótlást kineveljük, illetve egy tovább vigyék magának a hangszernek a hagyományát, illetve a nemzetiségi hagyományokat is. Hát különböző nyári táborokkal készülünk, és amint elkészülnek a darabok, ezt rengeteg gyakorlás is próbálőzi meg, akkor szeretnénk részt venni hát Baranya vármegyében a különböző településeken is, akár műsorokkal, koncertekkel. A Harmonika Fesztiválra magyarországi német darabokkal készülnek a kis zenekarral, de számtalan meglepetést is tartogatnak. A Harmonika Fesztivál egyhetes programsorozata alkalmával a város több pontján is várják a vendégeket érdekes programokkal. A záróestet a Hagyományok a Szíven a Kodály Központban rendezik majd meg október 27-én.